A marosparti település területén rendőrségi eljárásban regisztrált jogsértések, köztük a lopás 134-ről 96-ra, a garázdaság 19-ről 17-re csökkent. Egyedül a lakásbetörések száma nőtt kismértékben, osztotta meg a testülettel Nagy Sándor. Emberölés, a rablás és a kifosztás, ezen három bűncselekményből 0, 1, illetőleg 2 történt a tavaly évben. Ami szerepeltetve lett a dián, az pedig a három leggyakrabban előforduló, és itt van talán az egyetlen pici kis adósság, hogy a lakásbetörések kis számú emelkedése, de az összes számot nézve akkor jó indulatú lesz, egy stagnálásnak is nevezhetjük. A kapitányság vezető megjegyezte, hogy két határrendészeti kirendeltség végzi a védekezés oroszlán részét a migráció kezelésében, azonban a határátlépésben a makkóiak is szerepet vállalnak. Közel 200 ügy volt a tavalyi évben, ami a határhoz köthető, úgy mint orgazdaság, egyre azonos a remekhamisítás és közökölethamisítás. Tehát, hogyha nagyon leegyszerűsítem, akkor a makó ismerté vált bűncselekmények közel kétharmada. Tehát egy kisebb városnyi feladatot adott bűncselekmény szempontjából a három nagyobb határátkelő hely. A rendészeti tevékenységre is kitért a rendőrkapitány. A prezentációból kiolvasható adat, hogy 157 esetben történt elfogás. 260 alkalommal állítottak elő személyeket, és 188 biztonsági intézkedés volt. A közterületeken közel 77 ezer órát töltöttek a hatóság szakemberei. Fokoztuk a közterületi jelenlétet, én remélem, sőt hallottam, hogy érezhető módon, a jövő évre viszont semmiképpen nem szeretnék így belekezdeni, hiszen ez egy önmagát megoldó probléma lesz szent meggyőzésem szeptember 1-től, hiszen az iskola megkezdésével el fog fogyni a lendület a fiataloknál. A kamerarendszer újólagos, magas hatásfokú működtetése is segítheti majd nekünk ezt a munkát, hiszen a bátorság azért elfogy, hogyha látszódik a felvételen a maga a cselekmény, és ez mind-mind összeadódva eredményezheti azt, hogy már nem is fogják ezeket a jogsértéseket ilyen számban megkísérelni. Az egyetlen olyan mutatóra is kitért Nagy Sándor, amely nem az elvárások szerint alakult. Az, hogy az elmúlt 10 évhez képest a 2019-es esztendőben az autóbalesetek száma növekedett. Azonban pozitívumként elmondható, hogy az ittas vezetők aránya csökkent, azaz 6% alatt maradt.